Kértem Kingát, hogy cseréljük ki az esernyőket, de nem hajlandó odaadni az övét. Ez is menő. Ebből tényleg kell hazavinnünk. Hát ez nálam, ez 10/10. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit, az első, valószínűleg az első amerikai videó lesz, amit láttok. Aminek keretein belül arra gondoltunk, hogy egy ilyen kis kulináris érdekességgel készülünk nektek. Eljöttünk ide, a parton van egy ilyen szikla, és azt megmásztuk. És hát szerettük volna ezt a videót egy ilyen kis hangulatos kötösben tálalni. Meg tehát le is mozogtuk az ételeket. Igen, előre dolgoztunk, úgyhogy a koncepció ennek a videónak igazából az, hogy keresgéltünk és gyűjtöttünk olyan snackeket, ételeket és italokat, amik ilyen klasszikus amerikai fitness, tehát egészséges snackek, és ezeket fogjuk megkóstolni. Meg egy kicsit mesélünk az itteni táplálkozásról is. Hát előzetesen mondhatsz is akkor néhány infót. Nekem leginkább talán az volt szembeötlő, hogy az éttermekben, minden étteremben, gyors étteremben is ott vannak a kalóriák, ami szerintem egy nagyon egészségtudatos táplálkozásra val. Hát kérdés, mennyire törődnek vele, vagy mennyire használják ki ezt a... Nyilván én azt mondom, hogy szerintem akik a fitnessben mozognak, szerintem ők igencsak örülnének egy ilyennek az étteremben, hiszen sokan közülünk félnek étteremben enni, hiszen nem tudják pontosan a makrókat, ennek köszönhetően meg sokkal inkább engedékenyebbek lennének szerintem magukkal. Ami meg az élelmiszereket illeti, az valószínűleg majd a videókból, meg vágóképekből, mindenből átjön majd, hogy minden típusú ételből vagy élelmiszerből rengeteg féle altípus van, és azokon belül is végtelen választék, és minden óriási kiszerelésben és csomagolásban, tehát úgyhogy szeretnek enni az amerikaiak, ez biztos. De nézzük meg, hogy milyenek a fitness termékei. Volt nekem egy listám, hogy milyen snackeket szeretnék kipróbálni. Vannak olyan fitness influencerek, akiket külföldről ismerek, és most szerinted... Nem tudom, nekem nagyon fura. Nem tudom most, hogy... Csak nektek mondom, hogy esernyővel ide jött egy hölgy, és most mi? És nem igazából a kamerát nézi nagyon, úgyhogy nem teljesen tudom most mit tenni. Nagyon kellemetlen. Sorry? Ennek dacára ki fogjuk nyitni. Mindegy, akkor nem itt fogjuk őket megkóstolni, de annyi fot akartam volna még adni, mielőtt idejött Mrs. Szóval az a lényeg, hogy van több fitness influencer, akit követek, akiknek vannak saját márkái, illetve saját cégei, termékei, és itt is próbáltam egy-kettőt beszerezni, vagy próbáltunk, sajnos nem találtunk túl sokat, de majd látni fogjátok, hogy azért ilyen is került a videóba. Apropó, az amerikai útunk során elég sok hangulatos fotót készítettünk, ezeket pedig fel is turbóztam kicsit. Ha tetszik nektek a végeredmény, jó hírem van, hiszen a Sportolik preset csomag segítségével egyetlen kattintással elérhetitek ezt a hatást. Nézzetek rá az akcióra a weboldalunkon. A linket a leírásban is megtaláljátok. Akkor csapó 2. Jó, az első a Ghost Energy. Ez a márka, hogyha jól tudom, itt Amerikában az egyik legnépszerűbb a piacon ebben a szegmensben. Erre vagyok talán az egyik leginkább kíváncsi. Erre a Sour Patch ízesítése, amivel kapcsolatban azt írja, hogy először savanyú, aztán édes. Kezdhetem? Persze. Oh. Nice. Jó. Talán a hullámzás annyira nem zavar bele a hangba. Milyen? Jó? Fura? Nagyon jó. Hú, de király. Nem, nagyon jó. Nagyon jó. Ez a savanyú. Ez kegyetlen jó. Király. Hát ez nálam, ez 10/10. És tényleg először savanyú, aztán édes. Nagyon durvá jó. Pont? 10/10. 10. Nagyon jó. Tényleg különleges. Annak a híve vagyok, hogy édesre sor, sósra édes. Legyen. Oké, ez egy giga meg a chips,
barbecue-s, ha már itt vagyunk Amerikában. Nyilván nem egy zacskót kapunk a pénzünkért, hanem rögtön 4-et. 19 g fehérje, 4 g szénhidrát, zsír és csak 5%, úgyhogy lássuk. Egyszerre? Nem rossz. Na jó, jó. Ennek egyébként a Quest a forgalmazója vagy a gyártója. Nem tudom, ez van a Magyarországon. Igen, van egy ilyen cookie-cuk is. 10 pár. 8. Szintén nem mondta, hogy nem tudnál elképzelni jobbat a műfajban. 10 pár, 9. Azért nem 10, mert biztos, hogy van jobb. De nagyon-nagyon jó. Ez a Sour Strips. Ez Max Chewingnak ugye egy youtuber, egy fitness youtuber a saját márkás, mi ez? Gumicukra. Gumicukra, ami hát ilyen szivárvány ízesítésű. Na, kérek rá ilyen energiaital. Ebből kell hazavinnünk. Ez baromi jó. Ezzel öblítetted le? Ha. Jó ég, mind meghalunk. Nálam ez 10 per 10, én nem tudom, ilyen gumicukorból jobbat megképzelni. Jerky. Beef jerky. Beef jerky, ez az amerikaiaknak egy ilyen nagyon klasszikus, meg kedvelt snackje, ami ilyen szárított marhát akar. 1% zsír, 23% fehérje, egészség. Eléggé rágós. Meglepődtem. Finom. Mondjuk a gumicukorra kicsit furcsa, 10 per 7-et adok neki. Mert amúgy jó, viszont nem nagyon vagyok az ilyeneknek a híve. Az ilyen, hát az ilyen hús, szárított húsoktól én kicsit írtózom, úgyhogy 10 per 7, mert amúgy meg finom. Állagban lehetne még egy picit könnyebben rágható, vagy könnyebben fogyasztható, ezért nekem egy 10 per 8. Mit szólnál, hogyha folytatnánk a következő energiaitallal? Hát muszáj, mert elfogyott. Jó. Ez a Zoa, vagy Zoe, nem tudom, hogy kell ejteni, Energy, ami a Dwayne Johnsonnak. Nem baj, hogy összenyomtam. Az a baj, hogy belebeszéltél. Bocsánat. Semmi baj. A ráknak, ugye Dwayne Johnsonnak az energiaitala, ez a White Orange, tehát a badnarancs ízesítésű. Egyébként még a 3D Energy, a Christian Guzmannak a 3D Energy-ét szerettem volna még kipróbálni, meg a Morsiát, a Matt Das Fitnessnek az energiaitalát, csak ezeket nem találtuk meg. Nekem az jut róla eszembe, tehát iszol mondjuk egy pohár baracklét vagy narancslét, és ugyanabból a pohárból iszol utána vizet. Nem, mint a pesgőtabletta, az ilyen narancs. Lehet, hogy nagyon természetes, vagy nem tudom. 120 mg koffein, ami egyébként eléggé sok. Szeretném szeretni, de ez nem finom. Lehet a többi íze jobb, de ez... Ez annyira nem, úgyhogy ez nálam a másik 10 per 10 volt, ezért 10 per 6. Amúgy azért, mert egy kicsit tetszik, hogy nem ez a klasszik energiaital íz, vonal, de... Nekem is 10 per 6, pontosan. Ez nekem különösképpen tetszik, hiszen én a rizis nagyon szeretem, amit nagyon-nagyon ugye elterjedt meg hát. Találtunk cukormentes rizist is egyébként, hogy nagyon menő volt. Rizis. Kis hát, rizis gyakorlatilag, magyar óbajas kis falatkák. Nem tudom, hogy ez minek hívja, milyen érted. Hát ilyen kis káp. Káp. Na. Na. Ezt itt kaptuk a... Itt kell. A közeli boltban. Ebben is nagyon sok protein van, 11 g protein, 1 g csak benne a szénhidrát. Jót mondj róla, mert kikapsz. Szénhidrát. Bekapható? Na jó. Hát ez kaprázott. Hát azért egyet teszünk, nem? Kicsit olyan havas. Felezzünk először, meg nem is olyan könnyen. Hát egy Reese's élményt nem kell tőle várni. Keményen vajas cukor íze van. Hát ez így egy 10 per 3.
Jó, azt le kell folytani egy ilyen 10/6-os energiaitállal. Volt már jobb. Kinyitom az utolsót, jó? Az utolsó versenyző pedig egy ilyen, hát ugye itt Amerikában a másik tipikus snack, vagy ilyen édesség, vagy nasi, ez az ilyen cookies, tehát az ilyen sütik. Ah, nagyon jó illata van. Ó, és jól is néz ki. Nagyon jól néz ki. És mi van benne? Mandula? Magyaró. Nem rossz. Itt a ropogós része hiányzik. Ja, finom, nagyon finom. De nem enném. Mármint én... Igen. Van? Uh-huh. Szóval azt kell nézni, hogy ebben tök sok fehérje van. Makrókra jó. De... Makrókra jó, és azért nem tudja ugyanazt adni, mint egy cukros. 10/7. 10/6. Basz. Úgy érzem magam, mint általános iskolában, amikor kiültetek a padra a suli után, és ettétek a gumicukrot meg az energiát. Ez egy tök jó élmény volt. Alapvetően voltak jobb és kevésbé jobb elemek ebben a válogatásban. Van még hozzáfűzni valót? Akkor köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Érkezik majd a többi anyag is Amerikából, azért igyekeztünk nektek nagyon szorgalmasan forgatni, meg hát még folyamatban van. Amikor ezt a videót nézitek, akkor már talán nem, de hogy egyébként, ja, tehát hogy sok anyag várható, mindegy. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ha még nem iratkoztatok fel, mindenképpen tegyétek meg, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, ez nekünk egy tök jó visszajelzés, és neked megköszönöm a partnerséget ebben a kóstolóban. Ebben bármikor. Gondoltam. Úgyhogy találkozunk a következő videóban legközelebb. Sziasztok! Adj egy múlcukrot még!